Jövünk be valami csillesebb muzsikát, átadatul én is megnyugszom. Oké, a jó öreg. Jó, egyébként holnap is fogok streamelni. Most már fogok streamelni minden nap. Holnap délután 4-től. Streamelni fogok egész végig, addig, amíg be nem jelenik a dokumentumfilm. A tervek szerint legalábbis. A dokumentumfilm az elkészült. Fogok még rajta csiszolni, meg minden. Van egy kis OCD-m, és én olyanokkal tudok órákat eltölteni, hogy jobbra-balra rakosgatom a betűket, pixelenként, meg ilyenek, szóval elég mély a dolog, de mindegy. Nem ezért tartott egy ideig, hogy megcsináltam a dokumentumfilmet. Amúgy a Barbie rosszul működik a streamen, akkor szóljatok. Egy új mikrofont használok, egy stúdió mikrofont, amit a dokumentumfilm miatt vásároltam, illetve egy új monitort is használok, úgyhogy ha összedől a ház, akkor szóljatok, oké, hogyha bármi kellemetlen. Nem nagyon volt lehetőségem tesztelgetni a dolgokat. Úgyhogy ja, na jó, vágjunk bele. Ja, üdvözlök mindenkit a Vége szigetén, köszönjük, hogy megint itt vagytok. Nagyon hálás vagyok, skacok, a rengeteg pozitív szóért, meg mindenért, úgyhogy tényleg lekötteleztetek, és csak remélni tudom, hogy ez a rengeteg munka, amit végrehajtottam, hogy elkészüljön ez a dokumentumfilm. Ez remélem, hogy megérte, remélem, hogy tetszeni fog nektek. Mondtam, hogy mesélni fogok egy picit erről, hogy miért telt ennyi időbe az, hogy megcsináljam ezt az egészet, meg ugye már többször is úgy volt, hogy elkészült a dokumentumfilm, stb. El akarom mesélni, hogy mi történt. A lényeg az, gyorsan elmondom, meg próbálok figyelni arra, hogy ne spoilerezzek semmit, ne áruljak el túl sokat. Tudom, egy kicsit hosszú már a hajam, el fogok menni levágatni, csak egyelőre nem volt prioritásban a dolog. Szóval elmesélem gyorsan, hogy mi történt, oké, az elejéről. Megpróbálok minél gyorsabb lenni. Aztán játszunk is egy picit. Szóval eleinte úgy volt, hogy csinálok egy videót, egy YouTube videót, egy 15 perces YouTube videót arról, hogy mi a helyzet a Földön kívüli témában. Mert ugye sokat beszéltünk erről az egészről a streamen, plusz én már elég régóta elég milyen benne voltam ebben az egészben. És úgy volt, hogy csinálok egy ilyen 15 perces videót, el is kezdtem csinálni, úgy nagyrészt meg is csináltam a videót, de ahogy ugye készült el a videó, folyamatosan azt érzékeltem, hogy Ez a dolog, ez nincs jól elmagyarázva, ahhoz, hogy ezt az egészet elmagyarázza, még be kéne raknom a videóba még azt is, meg azt is, meg amazt is, és egyre hosszabb és hosszabb lett a videó, és én pedig folyamatosan toltam ugye az időpontot, hogy mikor jelenik majd meg. Na most, több hét is eltelt már, és a 15 perces YouTube videóból lett egy több mint 2 órás, nem YouTube videó, hanem konkrét dokumentumfilm. Egy olyan dokumentumfilm, amiben látni fog CGI-t, a zenét, azt külön úgy intéztem el, hogy ilyen legyen. Nagyon sokat dolgoztam rajta. De röviden a legnehezebb rész, meg ami a legtöbb problémát okozta, az konkrétan az volt, hogy elkészültem az audióval, ennyit elszpoilerezek, hogy lesz narráció ugye ebben az egészben, nem véletlenül szereztem ugye egy stúdió mikrofont. Valaki azt jutott, hogy rossz a mikrofon, tesó, tényleg rossz a mikrofon? Nagyon brutál a hang, komolyan. Rossz a mikrofon? Szóljátok, hogy rossz a mikrofon, oké? Okay. Valaki segítsen, elsüllyedek. Oké. Okay. Hogyha bármi rossz, akkor szóljátok, és hogyha tudtok, adjátok tippet, hogy tudnám megcsinálni. Na most, a lényeg, hogy felvettem ugye a hangot, itt képzeljétek egy ilyen másfél-két órányi hangot, hanganyagot, ami egy fullos narráció, ugye, minden a képhez, meg a zenéhez van vágva, tehát fullon meg van csinálva, több mint egy hét volt megcsinálni, és amikor elkészültem, akkor úgy voltam vele, hogy ez szar, ez nem elég jó, érted? Tehát ez nem az a minőségi szint, amire én vágyom, úgyhogy megcsináltam újra az egész audiót, az egész narrációt újra megcsináltam, úgy, hogy már szereztem egy stúdió mikrofont is hozzá, hogy jobb legyen az egész. És ezek után újra fel kellett vennem a hangot, ami több mint egy hét volt. Mert ugye nem tudom, hogy mennyire vagytok benne ebbe az egészben, de nagyon nehéz amúgy hangot felvenni, meg ez a narráció, ez igazából nem véletlen egy egész szakma, meg biznisz. Nagyon nehéz az egész, nem olyan, mint egyszerűen csak beszélni. Bocs, főnök, egy kicsit tovább kell lendüljünk most, majd visszatérünk. Szóval felvettem még egyszer az egész audiót, felvettem az egész narrációt még egyszer, ez több mint egy hét volt ismét, és akkor végeztem ezzel az egésszel, akkor úgy voltam vele, hogy hát ez nem elég jó, mert ha bár a hangminőség az nem volt már olyan rossz, de ettől függetlenül nem lehet csak úgy narrálni, hogy mondjuk felolvasod a szöveget, vagy bármi hasonló, úgyhogy meg kellett tanulnom narrátornak is lenni, ezzel rengeteg időt foglalkoztam, nyilván nem tudtam mesterelni ennyi idő alatt az egészet. Az biztos, hogy sikerült egy felsőbb szintre léptem, a tanulásnak, a gyakorlásnak hála, de nagyon nehéz az egész, és sikerült, ahogy sikerült. Látni fogjátok, hogy milyen lehet, remélem, hogy tetszeni fog. A lényeg az, hogy körülbelül egy hónap ment el azzal, hogy csak a hangot, csak a saját hangomat, ugye a narrációt intéztem.
a dokumentumfilmhez, és ez pusztító volt. Szóval ezt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk felvenni egy ilyen 3-5 perces részt, egy 3-5 perc időintervallumnyi szöveget, az kb. Egy olyan 6-7 óra, és az egész úgy, hogyha hangot veszel fel, akkor bezárva kell lenni az ablakoknak, nem lehet ugye semmilyen légkondicionálás, mert ezek mind háttér zajt adnak le, ami ugye bezavar a hangnak. Nem véletlenül van az, hogy tudjátok, a hangot általában ilyen stúdiókban veszik fel, de ugye én az egész dokumentumfilmet egyedül csináltam, nekem nincs külön stúdióm arra, hogy hangot vegyek fel. Úgyhogy a nyári melegbe ültem vágod a mikrofon előtt, és vettem fel egy hónapon keresztül konkrétan ezt az egészet. Na ez a rész pusztító volt. Ezt soha nem tudnám átadni az embereknek, hogy ez mennyire szörnyen para volt, meg nehéz. Rengetegszer megtörtem, rengetegszer voltam úgy vele, hogy hát én ezt nem vagyok képes végigcsinálni vágod. Főleg, amikor már elkészült az audió, és úgy kellett döntenem, hogy ezt az egészet újra megcsináljam, az tényleg, mint a lelkemet egy késsel döpködték volna, és ez megtörtént, és utána megtörtént még egyszer, és végül ugye háromszor készült el az audió a cucchoz. Remélem, hogy ez a harmadik, ez már tényleg jó lesz, ezzel már úgy elégedett voltam. De egyébként próbáltam tényleg amennyire lehet elintézni azt, hogy olyan legyen ez az egész, mint egy konkrét dokumentumfilm, amit egy TV csatornán látsz, vagy amit egy stúdió kreál, vagy én nem is tudom. Tehát rengeteg időt beraktam, iszonyat pénz van benne, és tényleg a célom az, hogy ez az egész téma, ez nyíltabb legyen, és az emberek tudják, hogy mi a helyzet. Na most hónapokat töltöttem azzal, hogy az összes információt, amit lehetett, csak összegyűjtöttem, viszont annyira sok információ van. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem lehet semmit se tudni szinte a földön kívüli szitúról, meg nincs elég info, meg ilyenek. Ez nagyon nincs így. Iszonyat sok mindent lehet tudni. Annyira sok info van, hogy rengeteg mindent nem fog tudni belerakni, ugye? Vagy nem tudtam belerakni a dokumentumfilmbe, ezekről majd a streamen fogunk beszélni. De a lényeg az, hogy nagyon pörgős lesz az egész. Nagyon gyors lesz, megpróbáltam úgy csinálni, hogy az emberek fel tudják fogni, meg tudják evészeni, amit látnak, rengeteg bizonyítékok lesznek mindenről, érted? Nem akarok túl sokat elárulni az egészről, de a lényeg az, hogy sok mindent látni fogsz, és ja, lesz CGI is, ami azért kellett, hogy jobban érthetőek legyenek dolgok. Ez is nagyon nehéz volt, de bele se akarok menni. Szóval remélem, hogy tetszeni fog nektek a cucc. Mint mondtam, pár nap múlva ki fogom posztolni a hivatalos trailerjét ennek a dokumentumfilmnek. Ez egy jóval komolyabb, meg hosszabb trailer lesz, mint amit most kiraktam az Instagramra, meg a Facebookra, meg amiket eddig raktam ki. Amiket eddig kiraktam, tudod, azok ilyen kis ízelítők voltak, azok ilyen kis bekukkantás, hogy milyen típusú dolgok lesznek a dokumentumfilmben. De az igazi trailer az még csak most fog jönni. Élőben lesz először levetítve a dokumentumfilm itt a streamen, és akkor utána pedig az utána lévő napon pedig a YouTube-on elérhető lesz a cucc. Én ezt az egészet úgy csináltam meg úgy csinálom meg, hogy semmilyen reklám nem lesz a YouTube videón, nem adtam el a dokumentumfilmet tévécsatornának se, semmi. A lényeg az, hogy amennyire lehet, megpróbáltam távol maradni attól, hogy bármi közöm legyen a pénzhez, hogy még véletlenül se legyen azt tudod, hogy a pénz az bármennyire befolyásoló tényező, tudod, hogy milyenek az emberek. Szóval, hogyha közel van valaminek a pénzhez, akkor már hátsó szándékokat lehet sejteni. Úgyhogy semmi lóvé nem lesz az egészben, hanem én ezt egy ugyanolyan jótékonyságnak tekintem, mint amiket az elmúlt években csináltunk, ahol ugye pénzt küldtünk, vagy küldtem én a személyes suskából olyanoknak, akik rászorultak, de ezután nem pénzt küldök az embereknek, hanem tudást, információt konkrétan, megmutatom azt, hogy mi a helyzet leplezetlenül, és hát szerintem rengeteg embernek lehet meglepetés lesz, hogy amúgy mennyi mindent lehet már tudni, hogyha tényleg mélyrásra is utána nézve a dolgoknak. Érdekesnek találtam, hogy tényleg minden egyes ember hallott már a földön kívüliekről, viszont ehhez képest mennyire kevés. Jézusom, a fülem! Mi ez a zene? Fortnite! Nem hangos a zene, nem? Vagy picit talán? Nem tudom. Jó, ugorjunk be egy game-be. Megpróbálok életben maradni. Nem tudom, mikor játszottam utoljára a játékkal. Valahol meg tudom ezt nézni, igaz? Ahol a replay-ek vannak. Ja, egyébként bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel. Megpróbálok amennyire lehet nem spoilerezni abból, hogy mit fogtok látni. Igazából ennyit elárultam ugye, hogy narrálva lesz az egész. Megpróbáltam tényleg olyanra megcsinálni, mint amit a tévében is látnál. Olyan minőségbe, olyan szintre. És nyilván én ezt az egészet együtt csináltam, amiket a tévében látsz, azt 4-5 ember, akár 10-20 ember készíti. Itt mindenért ugye én voltam a felelős, úgyhogy meglátjuk.
hangos a zene? Ja, igen, igen, hogy nálad hangos a zene. Rift Tour. Oké, okay, kösz szépen, skacog. Mikor játszottunk utoljára? Ja, szóval vágod, láttam ilyen kommentet az egyik posztom alatt, hogy írta valaki, hogy mi tartott ennyi ideig? Mi tartott ennyi ideig? Tesó! Láttam arra, hogy valaki egyedül csinál egy dokumentumfilmet, egy olyan dokumentumfilmet, hogy több mint 2 órás. Jó, persze, tényleg nagyon sok minden benne volt abban, hogy érted, én nem értek a narrációhoz, és eddig nem értettem a narrációhoz, meg annyi mindent kellett egyedül csinálnom, hogy a dokumentumfilm végén lesz egy ilyen kredit rész, tudod, mint a filmek végén van az, hogy kikészítették a filmet, és az egész az én nevem. Szóval, ezt majd még átgondolom, hogy legyen prezentálva. Az vett rá arra, hogy ezt az egészet megcsináljam, hogy erről nagyon erről átfogóan fogok beszélni a dokumentumfilmben, de ez az egész földön kívüli téma, ez giga mega durván stigmatizálva van. Szóval az egyik ember kineveti a másikat azért, mert beszél a földön kívüliekről. Megmutatom neked, hogy ez az egész hol indult, hogy alakult így, hogy az emberek bolondnak nézik a másikat, amikor valaki beszél az UFO-król, meg az UFO témáról, meg kinevetik egymást, meg így legyintenek, hogy dehogyis, ezt az egészet megmutatom. És nekem ebből egyrészt elegem lett, másrészt pedig úgy vagyok vele, és erről is elég sokat fogok beszélni, hogy én azt gondolom, hogy ez mindegyikünknek emberi joga tudni azt, hogy mi történik körülöttünk az életben. Mindegyikünknek konkrétan emberi jogunk tudni azt, hogy mi a fene folyik itt. És úgy voltam vele, hogy tudom jól, hogy van rengeteg dokumentumfilm, meg mutatnak dolgokat az emberek, de én láttam ezeket a dokumentumfilmeket, vannak nagyon jó dokumentumfilmek, amiket korábban nektek is ugye megmutattam, vagy beszéltem róla, de úgy voltam vele, hogy nem találtam én olyat, ami rendesen összefoglalta volna azt, hogy mi a helyzet, hogy miért van az, hogy mind tudunk erről a földön kívüli dologra, miért mi a helyzet most. Tehát ez egy elég átfogó dokumentumfilm, amit én készítettem, az egészet úgy csináltam meg, hogy nekem tetszen, ugye? Meg én úgy érezzem, hogy benne van az információ, aminek benne kell lennie. Egyszerűen csak úgy voltam vele, hogy itt az idő, hogy a következő szintre lépjünk. És ehhez az kell, hogy az emberek tudják, hogy mi a helyzet. És én ezt nem clickbaitnek mondom, ezt az életemben esküszöm, és kimerem jelenteni, hogy ebből a tudszból, ebből a dokumentumfilmből, Jézusom, hogy szagadt a tudsz. Hát be kell tölteni a DX12-nek. Szóval megtudod azt, hogy most akkor vannak földön kívülek, vagy sem? Konkrétan erre a kérdésre válaszkapsz. Úgy vagyok vele, hogy ezt rengetegszer felhozták már, meg rengetegen mondták ezt a témát, hogy igen, itt most megtudod, meg itt most látni fogod a felvételt, ami bizonyítja, hogy vannak földön kívülek, meg ilyenek. Nem kell a bullshit, rengetegen bullshiteltek, és majd beszélni fogok ugye erről, hogy ezek után, amik most történnek a világban, csak egyre több és több ember fog bullshitelni, kamuzni, azt állítani, hogy információval rendelkezik, meg őt elrabolták, meg ez mi az a hang? Ezek az űrlények. Szóval rengetegen megpróbálnak hasznot húzni majd ebből az egészből, és részben pont azért, hogy én ezt elkerülöm, hogy bárki azt mondja, hogy ilyenből hasznot akarok húzni, ezért nem csinálok, nem keresek semennyi pénzt majd ebből az egész dokumentumfilmből. De úgy vagyok vele, hogy az embereknek tudniuk kell, hogy mi a helyzet, főleg azért, mert mindegy, nem megyek mélyebbre, mert túl sokat árulnék el. Amit még elárulok az, hogy 95%-ban a földön kívüli témáról fog szólni a dokumentumfilm, és 5%-ban meg valami másról is még. Úgyhogy élőben itt fogom levetíteni a streamen, 15-én este 8-tól a dokumentumfilmet, utána pedig a YouTube csatornámon elérhető lesz igazából csutka, reklámmentesen, úgy lesz megcsinálva az egész, hogy ide-oda tudsz tekergetni benne, hogyha akarod, bármi. Illetve reklámozni is fogom ezt az egészet azért, hogy minél több emberhez eljusson, és mert az embereket is kérni fogom, hogy osztál fel minél több emberrel. Mindegy, nem akarok semmit sem mondani, azon annyi mindent mondanék még, de az a baj, hogy túl sokat árulnék el. És azt nem akarom.